Nem hajlandóak együttműködni a Tolnai Megyeszékhely közgyűlésében többségbe került ilyen szexárt frakció tagjai a polgármestere és a kormánypárti képviselőkkel. Ez mutatja, hogy a döntéseiket előkészítő bizottságok munkájába egyáltalán nem vonják be őket, erről átse a város polgármestere beszélt pénteki sajtótájékoztatóján. A csütörtöki közgyűlésen az ilyen szexárt frakció tagjai több olyan döntést is hoztak, amiket nem hajt végre a város polgármestere, azok ugyanis jogilag kifogásolhatóak. A héten az önkormányzat megkapta az épülő úszodával kapcsolatos szakvéleményt. A szakértő szerint a munka folytatható, kisebb hiányosságok vannak eddig a kivitelezésben, de komoly gond nincs az építkezéssel, így az úszodát be lehet fejezni. Ács Rezső szokásos hétértékelőjén arról is beszélt, hogy idén is indít nyári diákmunkát az önkormányzat. Júliusban és augusztusban várják majd azokat a fiatalokat, akik dolgozni szeretnének. És ugyanígy folytatódik az Arany János program is a városban, aminek során hátrányos helyzetű gyerekeknek közétkeztetést és kollégiumi elhelyezést biztosítanak nyáron.